Valóban következik a második félidő. A magyar válogatott tehát vezet 17-10 Ausztria ellen. A vezetés tényében semmiféle meglepetés nincs, hiszen a magyar női kézilabda válogatottnak félszemmel is le kell győznie ezt az osztrák csapatot. De hát különös az első negyed óra volt remek, hiszen ott összesen 3 gólt kapott a magyar válogatott. Ahogy Skalicki László fogalmazott, hidegen kicsit nehezebb, de utána a csereként pályára lépő játékosok is fölvették a mérkőzés ritmusát. Az osztrákok pedig küzdenek, de hát ez a küzdelem ez olyan nagyon sok mindenre nem elég, azért voltak szép pillanások, és hát én nagyon-nagyon kíváncsian várom a második félidőt olyan szempontból, hogy a csapat képes lesz-e végrehajtani azt, amit a kapitány, az edző kért, nevezetesen, hogy nem enged le a találkozó végére. Mert az első összecsapáson azt láthattuk, hogy akkor, amikor 14-15 góllal vezetett már a magyar válogatott, akkor utána azért kiengedtek a lányok. Hát itt reméljük, hogy nem így lesz. Tovább és Erling Bernadettel nézzük majd a mérkőzést. Igen, kiengedni nem fognak szerintem, az nem jellemző azért a csapatra. Inkább annyi, hogy picit bátrabb az ember ilyenkor, tehát megpróbál olyan dolgokat is, amik nem biztos, hogy góllal fejeződnek be, de ha igen, akkor nagyon szép lesz, és nagyon örül van mindenki. Úgyhogy inkább szerintem ilyesmit várhatunk, hogy egy picit, hát a felelőtlen ez nem jó szó, de egy picit más játékot fogunk játszani. Illetve hát sok az újonc, úgyhogy mármint nem úgy újonc, hanem akik kevesebbet játszanak, igen, és ők nagyon akarnak bizonyítani, és ennek nem mindig jó a vége, de reméljük most jó lesz. Igen, akik esetleg később kapcsolódnak be a mérkőzésbe, azok számára mondom el, hogy a magyar női válogatott mérkőzését követően majd a férfi válogatott is pályára lép, hiszen Ukrajnával játszik Európa-bajnoki selejtezőt. Na de ez a mérkőzés, amelynek megkezdődik a második félideje, és amelyen továbbra is piros mezben a magyar női válogatott, a világbajnoki szereplésről szó, hiszen ez egy VB selejtező, és hát Dániában már, ha csak valami egészen rendkívüli esemény nem történik, ott van a magyar válogatott. Támadásban eladott labdai passzot követően egy osztrák labdaszerzés, na ilyet nem sokat láttunk az első félidőben. Budecevic. Engel. Magyarinskas érkezett a kapus helyett. Budecevic, Magyarinskas kapja Kaiserben középen a beálló pozíciójában. Szélen remekül zárunk, nem sikerült tisztán labdát kapni a Dedicnek. Magyarinskas lassan passzív lesz, föl is emeli ebben a pillanatban a norvég játékvezető a kezét. Budecevic, eladják, na kéne egy lövés most már. Megpattant a blokkon, és így marad az osztrákoknál a labda. Igen, de a passzív is marad, úgyhogy lőniük kell továbbra is gyorsan. Volt némi játékvezetői türelem azért ennél a támadásnál. De szép vonalra megoldás lépte. Volt. Vonalra lépett az osztrák lány, de kicsit meglepte a csapatot. Triscsuk lövése pedig nem lepi meg Báseket. Vigájte. Gólt szerez. Rendezetlenné vált. Sok reméljük, hogy ők fognak gyors indításból szerezni. Rendezetlenné vált a magyar védelem. A kapuban pedig, ahogy láthatják a közeli képen, Janori Kinga áll, az érdiek kapusa. Tehát ő váltja Bíró Blankát a második félidőben. Triscsuk. Planéta. Megtámasztották a passz pillanatában Planéta Simonettát az osztrákok. Igen, egy picit bizonytalan is ezen a meccsen, sajnos keveset játszik nagyon, úgyhogy nem baj, játszani a keresztben. Nem ütötte pontosan Mayer Szabinához a labda, nem volt meg a kapcsolat a bejátszás pillanatában, és így most már megint lehet a védekezésre koncentrálni. Mayer Szabina tehát a beállóban, az első félidőt szinte végigjátszott a Mészáros Rea. Magyarinskas. Nagyon sokszor lehet látni, de te ezt jobban észreveszed, hogy nem igazán fontosak, nem igazán erősek az osztrákok átadásai, és emiatt a támadás ritmusa szinte minden egyes passznál megtörik, vagy minden másodiknál. Gól! Már nem is meglepetés, hogy így szerzünk gólt. Igen, hát azért tartanak a védőfalunktól is, azért érzik ők is, hogy jobb játékosokkal vannak szemben, nem mennek olyan bátran és gyorsan passzolni.
meg hát nem is hagyjuk nekik. Hornyák, és megvan az első gól, amelyet ezen a mérkőzésen. És főleg nagyon óvatos az ember, mikor nincs kapusa a háta mögött, mert egy-egy pontatlan passz, és azonnal megbünteti az ellenfél. Ez Zitzer, és sajnos sikerül Skázernek befejezni ezt a támadást. Ő is feliratkozik a gólszerzők közé. Trisuk egyedül próbálja megoldani, és hogyha nem lök kellő pillanatban rajta az osztrákok 18-asa, Weissenburger, akkor könnyen lehet, hogy gólt szerez. Nem is oldotta volna, igen. Panetta Simonetta. Támadó szabálytalanság volt. Budecevics. Maradnak az osztrákok annál az elképzelésnél, ahol az első fél időben sem vezetett eredményre. Magelinskas bent középen, sárgában, Budecevics, Kaiser a beálló pozícióban, lent a szélen pedig kapja a labdát Weissenburger. Megint hozzájut el, és nagyon jó kezű lányám ő. Lőtt szép gólt fölülre, még az első fél időben, még te is említetted, most pedig alulra. Meg egy kiszorított szögből, szépen előtt a kapusnál. Bal kézzel. 18-13. Pont ezt akartam mondani, hogy a nézők kicsit feldobhatnák a hangulatot, de ők is érzik ezt. Hát földobja a hangulatot. Igen, ha nem is a nézők, akkor most Sacél Nadin dobja fel a hangulatot. És a nézők reagálnak. 19-13, 5 perc alatt két gólt szerzett a magyar válogatott a második félidőben, és kapott 3-at. Tehát eddig ebben a midi periódusban 3-2-re vezetnek az osztrákok, ami nem annyira büszke, hogy nem tölthet el bennünket büszkeséggel. Most a 4-2 a második félidőben Budecevics iratkozik fel újra a gólszerzők közé, ez a harmadik találata. Most viszont nem értették meg egymást a védők, ez most a második félidőben már nem először fordul elő. Hát össze kell szokni, hogy nincs mese, ez nem megy egyik napról a másikon. Kovacsics, Panetta. Agresszívabban, keményebben támadják a rablát birtokló embereket, az osztrák védők, vagy az osztrák játékosok. Igen, felpörögtek kicsit. Abszolút. Kovacsics. Panetta. Trisuk. Majer ellépett. Kovacsics. Áj. Ha bejön. De hát ilyen teljesen határa kipasszott labdák, nagyon nehéz ezzel bármit kezdeni. Igen. Lövés, igen. És Cundert próbál beletenni, és azt próbálta volna, de nem volt jók az. Trisuk. Panetta Simonetta. Hát nem játszik most jól a magyar női válogatott ezekben a percekben. Nem. Lehet, hogy időt fog kérni német András, mert ott van a kezében. Nem megy a játék. 19-14. Kaptunk 4-et, még egyszer mondom, és lőttünk 2-t. Budecevics. Kicsit bátrabban kellene távolról vállalkozni, meg egyáltalán vállalkozni, ha jól elpasszolgatjuk a labdát, de... Janurék találkozott a labdával, nincs kapus. Megmerőd kockáztatni, hogy ez gól lesz. Sacél Nadin vezette egy kicsit, és gólt szerez. Íme még egyszer. 20-14. Nem volt kapus. Nincs kapus továbbra sem. Dedics, Budecevics, Magelinskas. Megy körbe a labda. Magelinskas kapja vissza középen. Budecevics, Kaiser, Janurék találkozott a teste a labdával, és úgy tűnik, hogy ez megbabonázta. De most megint védett. Kipattam Blazsekről. 7 méteres. Pedig ez is eléggé kiszorított helyzetben. Ó, igen, hát ez teljesen jó. Kapura lőtt labda volt, de na, kiállt, belül védekezett az osztály.
hulat. Föllövi szépen. Ez volt a harmadik magyar 7 méteres és 3/2-es a mutatója a magyar női kézilabda válogatottnak. Budecevic, Magyarinskas. Próbál a magyar válogatott is jobban felpörögni védekezésben. Jaj, de kár. Kaisernek oda ajándékozta a labdát Kovacsic, aki belőtte. Gyorsan válaszolt. Nem érvényes a gól. A középkezdés, ez síp szó, de nem igazán értem, hogy miért. A magyar gól nem érvényes, tehát az osztrák ez természetesen érvényes. Marad a 21-15. Budecevic. Úgy, de széteső a játékunk. Dedic, Janurik elsodorja az osztrák lány. 21-16. Hát most kíváncsi vagyok, hogy mit mond Németh András. Na, hölgyeim és uraim, akkor ezzel a szektorról indítunk. Ezeken a magasban kérjük szépen is. Nagyon kevés a játék. Ennél sokkal több kell, sokkal több mozgással, és a befejezések is szeretném, ha jobban tudnánk figyelni. Úgy vártunk jelen pillanatban, hogy Misika a szélső, kettes a Gabi, hármas védőnek a Kuzsi ott marad, hármas védőnek, akkor a Bulival. Érdekes, olyan drámaiságot nem éreztem Németh András szavaiban, de hát nem így. Nincs is szükség rá, mert nem kérdés, hogy nyerünk. Igazából a különbség a kérdés. Hát most megint forgat egyet-kettőt a csapaton az András. Talán jót fog tenni. Abban teljesen igaza van, hogy nincsen játék, tehát tényleg csak passzolgatunk ott a fal előtt, nem igen, támadjuk meg, nem sajnos. Vagyunk elég bátrak. Tóth Gabriel a középen. Igen, új irányítót kapott a csapat. Suk lent a jobb oldalon. Kovacsics kiment balra, azt hallhattuk. Mayer. Planéta. A lepattanó labda azonban marad magyar kézen. Tóth, Planéta. Megakasztják. Kornyák Dóri az, aki ott. Átlövő pozícióba, Tótnak teszi vissza. Nem. Ketten, hárman húzzák, rányítják. 2 perc. Teljes joggal szerintem. Persze. A kiállított játékos pedig Marina Budecevic. Ember előnyben a magyar válogatott. Szép csel csinált Simonet, tehát őt egyedül is nehéz megfogni, úgyhogy azért próbálkoztak többen, de nem sikerült. Planéta Simonetta, új, először tudott igazán tisztán lőni, és ember előnyből volt ez a magyar női kézilabda válogatott. Kell ennek a csapatnak is, de neki is jön magának ezek a szép lövések, nem kevés az önbizalma, az látszik a játékán. Logvin tovább teszi, Engel, visszajött úgymond az erősebb fölállású osztrák csapat, és nem volt kapus, nem történt kapus csere, most ugyanúgy játszanak az osztrákok, ahogy a mérkőzés elején, Blazsek a kapuban. Igen, hát ők máshogy csinálják, mint mások, hogy pont ember hátrányban nem hozzák le a kapust, ahogy általában szokták a kapusok, ők ilyenkor ötten maradnak. Egy volt már lőttünk ebből az ember előnyből, most lehet még egyet, Planéta, út, ó, gyönyörű, szép gól volt, Hornyák Dóri berajzolta oda a létszalát.
pedig volt előtte védő. Szerződés volt, erre szokták mondani, hogy egyszerű játék ez a kézilabda, persze nem volt, de ilyenkor úgy tűnik, hogy az. Logvin, Magyarinskas. Tűnök adaszán tovább teszi Dedicsnek. Még fél percig, nagyjából fél percig ember előnyben a magyar válogatott. Magyar labdaszerzés lehet, egy újabb gól, Hornyák teszi ki a szélre. Ó, egy szóval, gyönyörű szép Kovacsics. Estében nagyszerű mozdulattal gólt szerez. Kovacsics Anikó második gólja, jól számoltam. Ezt az ember előnyt nagyon jól kihasználtuk. 3-0. 3-0, igen. És kiegészült az osztrák válogatott, és időt kér az osztrák szövetség kapitány. Eddig ez egyébként a legjobban lehozott ember előnyünk, mert harmadszor játszottunk ember előnyben, először értük el a 3 gólt. Valamit lehet, hogy megint alakítani fog a csapatán az osztrák szövetség kapitány. Az első fél időben is, ugye 12.-16. perc környékén kezdett el más játszani a csapat. Egyébként akkor eredményre vezetett, de most itt jobban kezdték a felébőt. 2-3, magyarok! 24-16. Igen, Párdi Gyors gól is már újra 8-a. Hogy mondtad? Néhány gyors gól, és már újra 8-a különbség. Igen, nagyon hamar visszaállt. Jól kért időt Németh András szövetség kapitány, és hallgattak is a lányok arra, amit mondott, vagy legalábbis amit sugalt. Igen, meg azért jót tett az ember előnyük. Kovács Patrícia pályán, a Hippo játékosa. Magyarinskas. Rosenburgertől jött visszafelé a labda, Kovács törbe, bepattanott a rövid oldalon. Az első mérkőzésen egyébként nem szerzett gólt az osztrák játékos, most igen. Emelik kilépett oda a rövid oldalra. Igen, jól kihasználják a beállósaikunk az árását, abszolút erre megy a játékuk. Hornyák. Ott 7 méteres, hát fölemelték, valósággal fölemelték a magyar csapat beállóját, Majer Szabinát, de mindezt belültették. Dedics volt az elkövető. A negyedik magyar büntető, Bulac. Aj, kipattan, másodszor a belülét. A második büntetőt fogja meg. Erről beszéltem, hogy próbálunk olyan dolgokat, az elövés is olyan volt, amit máskor nem valószínű, hogy megpróbálna a hetesből a bulatanita. Hát most megpróbáltam. Nem sikerült, de szerencsére kutattam a gólját. Blazsek volt az tehát, aki állított, épp úgy, mint az első magyar 7 méteresnél. Kovács. Magyarinskas. Jól zárt a védelem bal oldala, Kovacsics és Tóth Gabi ügyködtek ott. Tóth Gabi visszatér Moson-Magyaróváról Győrbe, tehát itt fog játszani, reméljük jó sokat. Nem fog is játszani. Igen, ezt azt is tettem hozzá. Nagyszerű gól. Egy igazán szép gól, mert hogyha a másik oldalon megdicsértük Hornyákot, akkor itt is ki lehet emelni, hogy Katrienger jól lőtte el. 5 gólos. Ő a legeredményesebb osztrák játékos ezen a mérkőzésen. Igen, mondtam az elején, egy rutinos játékos szépen megoldja ezeket a helyzeteit, pedig egy alacsony átlövő. Nem is ott szokott igazán ő szélső alapvetően. No, egy ér van mellett, hogy tudja, hogy miért kell sokat játszatni a Győrben. Megnézte és nagyon ravaszul lőtte a hálóba a labdát a fiatal tehetséges. Vársuk tőle ezt a gólt. Játékos. Gabi, hogyha jól vezettem a statisztikát az első mérkőzésen, egy 2 gólt szerzett, de büntetőből, tehát mezőnyből az első gólja ebben a párharcban. Hornyák,
Teljesen üres a jobb oldal, és nincs kapus. Ez a kettő pedig együtt már elég az újabb magyar gólhoz. Suknelli is feliratkozik a gólszerzők közé. Negyed óra van még hátra, és araszolunk újra a 10 gólos különbség felé. És újra védekezést váltottunk, mert nem nagyon tudtuk megoldani ezt a két dálot, most már talán jobb lesz. Weissenburger, Magyarinskász, labdaszerzés, üres a kapu, sok újabb gólja. Megvan a 10 gólos különbség. Összeszedték magukat teljes mértékben a lányok a kicsit gyengé második félidei kezdés után. Rászámolnak a nézők az osztrák válogatottra. Weissenburger, Magyarinskász. Hornyák volt szabálytalans, de már ott előtte lefújták a bírók. Gájte. Osztrák időkérés. Hát valóban elkezdtünk jobban kézilabdázni. Elkezdtünk jobban kézilabdázni. Főképpen eredményesebben. Igen, meg védekezésbe visszahozták a Tomori Zsuzsák Gyula tanítát, ami azért egy magabiztosságot adott a csapatnak. Eredményesebbek is lett ki. 7 gólos vezetésünk volt a szünetben, 17-10. Honnan fölzárkózik egy kicsit az osztrákok 4 gól környékére. És aztán most megint nagyon vezetünk, eddig a legnagyobb különbség a két csapat között, 10 gól. Olé! Ez a képek alapján azért megállapítható, hogy nagyon mosolygósak a magyar lányok. Egyrészt vezetnek, másrészt vége ennek a közös munkának, ami azért így ez nagyon fárasztó és nagyon hosszú idény végén fárasztó lehetett, ez egészen biztos, de az is bizonyos, hogy nagyon sok igen, minden. Biztos, de csapatépítés szempontjából is fontos volt, hogy sok időt töltsenek együtt. Bizony, Engel újabb gólja. Megint besuhintotta az osztrák játékos. 6. gólját. Janurik nem tudta hárítani ezt a kísérletet. Panita Simonetta. Torlavi. Suh. Mayer. Panita Simonetta teszi tovább. Szabad dobás. Némi birkózás után. Szerencsére sérülés nincs. Hornyák Gori feláll. Tóth. Panita. Gól 29-19. Valami most pont úgy történt, ahogy Németh András látni szerette volna, legalábbis azt vettem ki a szavaiból. Nem láttam, de ez nagyon szép támadás volt. És én pont most akartam mondani, hogy elkezdhetnénk már egy kicsit kívülről lőni 9-10 méterről, mert Hornyák Dóra is, meg Panita Simonetta is nagyon jó átlövőt, hogy kellene használni. A másik oldalon azonban ezúttal Kaiser talál be, tehát Panita Simonetta gólját elég hamar követi osztrák részről válasz. Újra csak, idézőjelesen csak 9 gól a különbség. Suh, Panita, Tóth, Hornyák, Kovacsics, Hornyák. Elsőre nem, másodszorra azonban tudott lőni. Mindig közel. Lógott rajta egy lény. Jó játszik Hornyák Dóri. Tovább vitte, és Blazsek mellett visszalőtte oda a kapu jobb oldalába a labdát. Magyarinskász. Megint nincs kapus, Kovacsics odaállt keményen. Bulat. Elég kemény védőfal most valóban, ahogy te is mondtad. Bent van középen Tomori. És ezzel a védelemmel kellett most birkózniuk az osztrák csapattagjainak.
Kovács. Rossz passz, és meg lehet szerezni a labdát. Bulat. Nem hagyják, hogy indítson. A kapus ugye nem tud visszajönni. Kovacsics gólja. 31-20, 11 gólos különbség. Az eddigi legnagyobb a két együttes között. Magyarinskas. Reusenburger, hát 4-ből 3-as mutatója van, hogyha jól számolom. Nagyon ügyesen lövi, és él ezekkel a lehetőségekkel. Reusenburger. Engem nagyon szép sebcselt csinált, és úgy hozta a helyzetben. Auerbach játékos, a Németországban játszik, 89-es születésű egyébként. Nagyszerű egyéni megoldás, látta, érezte, tudta, hogy tovább lehet vinni a labdát. A győri közönség nagyon jól ismeri Tóth Gabit. És ez most megint egy szép gól volt tőle. 32-21, Janulikról kijön a labda, de már mindegy. Szabad dobás az osztrák csapatnak. Megkezdődött az utolsó 10 perc, és 11 góllal vezet a magyar női kézilabda válogatott a világbajnoki selejtező visszavágóján. Összességében már, hogyha a két meccset nézzük, akkor most pillanatnyilag ugye visszaáll a 10 gólos különbség, tehát 32-22 az állás. Ez pedig azt jelenti, hogyha az első meccset is számítjuk, akkor 23 gól van a két együttes között. Hát kijelenthetjük, hogy ott vagyunk Dániában, a világbajnokságon. Van itt a Simonetta, Hornyák. Te is mondtad, hogy nem érted, miért nem lövünk kintről. Most lövünk kintről, ráadásul rendületből tudunk. Tehát... Igen, belerázódtak a lányokat. Azért mondtam, hogy olyanok vannak fönn, akik viszonylag kevesebbet játszanak, picit izgulnak és bizonyítani akarnak. Ahogy fölvették a meccs ritmusát, láthatjuk, hogy nagyon jól megállják a helyüket, és nagyon jól játszanak. 33-22. Kicsit dadog most az osztrákok kezében a labda. Engel passzolja tovább, Reusenburger, Kovács, labdaszerzés, üres a kapu, kapufa kijön, de kár érte, Hornyák pedig újabb gólt szereztetett volna, a negyedik gólját is, centiken múlott. Igen, bosszantó dolog ez, neki biztosan pedig elég messziről volt. Kovács, Magyarinskas. Nem olyan könnyű ám, a üres kapufa sem tudom, hogy a saját 9-esről. Ez is kapufa, csak kívülről. Janurik pattan ki, és hozzájátékra a labdát. Tóth, keresztpassz, Hornyák, Suh, Bulat, nem kapja vissza. Igen, nagyszerű volt pedig mellének. Nagyon szép csel volt, lehet, hogy 7-es is volt talán, hogy visszajátszásból megadjuk. Kiválóan csinálta meg Tóth Gabi, na itt van még egyszer. Hát a lövés pillanatában nem bántották, de előtte azért kapott. Szabad dobás kapott. Igen, az biztos. Magyarinskas passzolni akart. Reusenburger újabb gólja. Passzolni akart. Aha, nem adták nem meg. Nem adták meg. Nem adták meg. Nem először fordul elő, csak eddig nem volt ennyire feltűnő. Hornyák. Láb között. Pontosan látta egy pillanat, hogy felmérte, hogy hogy áll a kapus. Itt a második félidőben Hornyák Dóra elkapta a meccs ritmusát. És sorozatban lövi a gólokat. Igen, most úgy vagyunk, mint az elején, hogy igazából akkor lövünk gólt, amikor csak akarunk. Hát akkor Német András kérése, kívánsága ilyen szempontból teljesült, hogy a lányok megmutatják, hogy tudnak abszolút koncentráltan játszani egy mérkőzés, egy egyébként könnyű mérkőzés hajrájában is. Tehát, hogy sokat nem volt a pályán. Szabad dobás.
osztrák kézen marad a labda. Rát Magyarinskas. Miután elvégezték a szabadulásra, majd most. Magyarinskas. Rát. Üres a kapu. Janurik. Gól. Kapu is gól. Hát akkor innentől kezdve Janurik Tünge és azon kapusok közé tartozik, akik a válogatottban lőttek gólt. Említettem már, hogy sikerült ez Kisévának, Hernek, Bírónak, most Januriknak is. Gondolom készült már rá nagyon. Nagyon. Igen. És megnézte, nagy műgonddal hajtotta végre. Ez így. Magyar lehetőség. 25. perc. 13 gólos magyar vezetés. Ennyi volt az első meccs végén. És a különbség, micsoda sáv az. Hát az osztrákok beletörődtek a sorsukba, ahogy elnézem, már a kapus visszacserélésével sem nagyon bajlódnak. És hát a védekezés sem fordítanak túl sok gondot, amellett, hogy ez egy nagyon szép csáv volt. Ez nagyon szép csáv volt, valóban. Budacevic. Magyarinskas. Engel. Megkezdődött az utolsó 5 perc a mérkőzésen, fölhangzik a hajrá magyarok, Greisenburger. Lehet, hogy őt azért megjegyezhetnénk. Igen. Mármint nem hiszem, hogy az MTBA-hoz kellene leigazolni. Hát, ha felfigyel rá valamelyik csak. Harmincat-23, így Greisenburger negyedik góljával. Panita Simonetta, Kornyák, Kovacsicsöt vissza, Kornyák, most olvasta a játékot, az osztrák kapus, de ezt már ő sem tudta megakadályozni, mert a kipattanott Kovacsics, ami fogóra váltotta. Nagyon jól játszik a magyar válogatott, és a mérkőzés végén az utolsó negyed órában, pont amikor az előző meccsen Stokerauban a VB-selejtező első felvonásán alább hagyott egy kicsit a lendületünk, most abban az időszakban kapcsolunk rá igazán. Nagyon jó, visszajöttünk. Igen. Megint üres a kapu, és ez bent van, Bulat is kértőlelő labdával gólt szerez. Német András egy kicsit leporolja a kérdét, és utána mosolyog egyet. Bulatnak, mint a 3 gólos ezen a mérkőzésen. Az elsőn egy kicsit messzebb, tovább jutott, 5 gólt jegyzett, de hát nem hiszem, hogy itt ez bármilyen szempontból számítana. 38-23. Magyarinskas tovább teszi. Budacevicnek nincs más útja, mint a vissza. Ez szép volt. Azért lehet látni, hogy az osztrák csapatban kik azok, vagy melyek azok a játékosok, akik elérik a magyar szintet. Például Engel talán ilyen, Weissenburger ilyen, de ezt te jobban, igen, látod. Igen. Hát a gólokhoz valahogy mindig közük van, tehát vagy ők készítenek elő, vagy ők fejezik be. Rájuk épülnek a játékok. Planeta Simonetta. Szabad dobás. 28. perc a mérkőzésem. Hosszú fárasztó idény végén Tóth Gabi alaposan megszorja magát. Semmiféle megilletődöttség nincs benne. Tudod, hogy az így zárójelben meg lehet jegyezni, hogy reméljük, hogy a tehetségéhez méltó pályát fog majd futni, és nagyon komoly meccseken lő majd hasonló gólokat az utolsó percekben. Igen, ebben bízunk mindannyian. Hát azért előfordul, hogy nem így alakul, de nem. De alakuljon így. Kívánjuk neki. Kijött Janurikról a labda, és ő teszi előre, de közbefújt már a játékvezető, ezért visszarendeli, szabad dobás, el kellett végezni. Tóth. Másfél perc van hátra a Hornyák, Planeta Simonetta, Hornyák, Tóth Gabriella, megint egy az egyben. Kapufa, ó, micsoda védés, Magyarinskas, ő van bent, ugye megkülönböztető mellényben. Belehúzta a karját.
Nem ijedt meg tényleg, olyan. Vagy nem volt ideje megijedni. Nem, így, ő lepődött meg a legjobban. Pastorcsa lelátón. Meg is érdemli a csapat, jól játszottunk. Na ezzel már nem tudok közel. Tud, Gabi, 5 gólos. Ő Hornyák Dóri, hát nem hiszem, hogy bárki ki kell emelni ezen a mérkőzésen. Lehet látni, hogy vannak valóban nagyon szép egyéni villanások. Bulat előző gólja, de hát ilyen szempontból Janorikot is említhetjük. Az első fél időben nagyszerűen védett Bíró Blanka, itt Tóth Gabi, Hornyák, villogott. Szóval, hogy hozzátette a magáit ehhez a meccshez. Idén zárónak nagyszerű, egy kellemes, kedves ellenféllel szemben, azért ezt tegyük hozzá. Budacevic, még, mondják a nézők. Hát van még néhány másodpercünk, csak hát az a baj, hogy osztrák kényszer vándorol a labda, így pedig ezt a kérést nehéz lesz teljesíteni, de egyébként a magyar női kézilabda válogatott ezen a selejtezőn minden teljesített, de lehet teljesíteni. Az utolsó gól szerzője ezen a mérkőzésen Suk Melli. 41-24. Hát nagyon magabiztos volt a magyar női kézilabda válogatott. Nagyon, és jó volt nézni, milyen örömmel, milyen jó kedvel játszottak a lányok. És most is látszik, hogy nagyon örülnek ennek a győzelemnek, pedig egy elég könnyű győzelem volt. 17 gól. Azért hát ez a realitás. Valljuk meg, mert az első mérkőzésen is könnyedén lehetett volna ekkora a különbség a két csapat között. Ott a végén nem ment annyira olajozottan a játék. Itt azonban nagyon jól ment a játék. Azt meg sem merem tőled kérdezni, hogy fog menni a játék a világbajnokságon, mert hogy ezzel a győzelemmel, ezzel a kettős győzelemmel a magyar női kézilabda válogatott kijutott a decemberi világbajnokságra. Ja, szóval szerinted hogy fog menni? Hát az még majd meglátjuk. Bízunk benne mindannyian, hogy nagyon jól, sok munka vár még addig a lányokra, de most menjenek el nyugodtan, egy picit szabadságra pihenjék ki magukat, mert nagyon kemény feladatok várnak rájuk, de képesek egyébként szép dolgokra, úgyhogy nagyon bízunk benne. Kellemes ellenfelet kaptunk az osztrák női csapat személyében. Igen, az Orsival beszéltük, hogy akár mi is játszhattunk volna egy pár percet ezen a meccsen, annyira kellemes volt az ellenfél. De és azt nem jobb ez így szerintem, hogy nem került el sor. Dehogy is. Hát majd sor kerül el, reméljük, hogy játszottak még. Reisenburger pedig nem meglepő módon az osztrák válogatott legjobb játékosa lett ezen a mérkőzésen. Igen, megérdemli ezt a díjat. Hornyák Dóra pedig. A második fél időben nagyon-nagyon jól játszott ő is, meg Tóth Gabi, és többen is, Borkai Zsoltól, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökétől, Győrváros polgármesterétől veszi át. Igen, nehéz volt kiemelni egyet, ahogy mondtuk is előbb, de jó helyeket jutott a rendék. Jó helyre, hát ő is voltak nehéz időszakai, de most jól játszik, és reméljük, hogy ez így is marad a folytatásban. A végeredmény tehát 41-24, és Tóth Bálint mellett ott áll a győztes kapitány, Németh András. Akinek ilyen módon elsőként én gratulálhatok, illetve a világbajnoki kvalifikációhoz, mert hogy ez most már megvan hivatalosan, de még mielőtt a magyar csapatról beszélünk, hadd kérdezzem már meg, hogy a kapitány szerint az osztrákok ezzel a játékkal mit akartak elérni, mert az első mérkőzésen és a második mérkőzésen sem működött igazán az a plusz emberes taktikájuk. Hát az edzőjük így ítéli meg, hogy nekik ez a legjobb. Ízlés dolga. Én nem nagyon szeretem, de készültünk ellene, nem csináltuk tökéletesen, több van ebbe, a próbálkoznak velünk, még több lehetőség, gondolom azért egyszer-egyszer látványos, de a végén tényleg unalmas. Ha ezeket a nagyon könnyű gólokat leszámítjuk, milyennek látta a magyar válogatott játékát, visszalátta ezt, amit szeretett volna a mérkőzés előtt látni? Elején és a végén szerintem jó kézlabdáztuk, a közepén nem. Tehát az a középső, az első fél idő, utolsó 10 perc, a második fél idő, első 10 perc az nem tetszett. Ott aludtunk, pontatlanak voltunk, erőködtünk, az nem volt egy jó rész. Az első rész szerintem teljesen jó volt, és a végén is elégedett voltam. De ezek szerint a sebesség volt meg az elején, amivel
Elégedett volt nagyon? Igen, igen. Tehát meg azért tehát most már egyre jobban látszódik, hogy rakodnak össze a kapcsolatok, a hármas, négyes kapcsolatok is, és tudunk olyan támadásokat vezetni. Úgyhogy én nekem, végül is mondom, az a középső kis rész kivételével kifejezetten tetszett. Összességében, hogyha ezt a két mérkőzést figyeljük, az új emberek beépítése, gondolok itt Januri Kingára, vagy például most a mérkőzés emberének választott Hornyák Dórára, hogyan sikerült? Alakulgat. A Dórának több esélye van általában, tehát lövő, és ugye széles a felhasználhatósága. Mindkét kettes pozícióban játszhat, kettes-hármas védő is lehet, úgyhogy neki nagyon komoly esélye van arra, hogy ő tartósan válogatott lesz. Kinga még most nem merte igazából adni önmagát, én úgy érzem félszeg volt, több van benne is. Kint van a magyar válogatott a világbajnokságon, nyilván a világbajnokság még messze van decemberben, addig elkezdődnek az Európa-bajnoki selejtezők is. Milyen feladatok várnak még a csapatra, hogy ott meglegyen a riói kvalifikáció? Hát igen, de kevés. Egy hétünk van augusztusban, amikor tudunk dolgozni, ott játszunk két mérkőzést, és utána már az EB kvalifikáció van, és rögtön a direkt felkészülés november végén a VB-re. Ezeken kellene tovább lépni ezen az úton, ahol most járunk. Német Andrásnak nagyon-nagyon szépen köszönöm az értékelést, és gratulálok még egyszer a győzelemhez, és hát hasonló nagy arányú győzelmeket kívánunk még. Kedves nézőnk, én pedig átadom Mohai Bencének a szót, aki mellett illusztris vendég van. Így van, köszönöm szépen, itt van Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Hát Győrben mindig jó női kézilabda mérkőzést nézi, de hamarosan jön a férfi kézilabda meccs is. Hogy tetszett a lányok küzdelme? Hát én azt gondolom, hogy ha őszinte lehetek, szerintem azonnak is kell, hogy legyek. Azért nem rágtam le a körmemet, de összességében azt gondolom, ez egy egyszerű dolog volt. Én mindig szívesen járok kézilabda mérkőzésre, most is ezt tettem, és szívesen is néztem a lányokat. Jó volt látni ezt a felszabadult játékot, ahogy most játszottak. Történelmi héten vagyunk túl tulajdonképpen, hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése elfogadta azt a hatástanulmányt, amely a magyar olimpiai rendezésről, a budapesti olimpiáról szól. Mennyire érte önt ez váratlanul, és milyen feladatok vannak akkor a következőkben? Hát nem ért váratlanul, hiszen azért komoly előkészítettsége van ennek a dolognak. Elindítottuk a társadalmi párbeszédet, és érezhető az Magyarországon, hogy folyamatosan bővül azoknak a köre, akik azt mondják, hogy igen, be kell adni egy pályázatot, és meg kell küzdenünk annak érdekében, hogy 2024-ben Budapestre, Magyarországra kerüljön egy olimpia. Igazából elkészült egy olyan tanulmány is még hozzá, amelyik teljesen alátámasztotta azt, hogy ma Magyarországnak, Budapestnek esélye van arra, hogy egy ilyen pályázaton elinduljon, és akár nyerjen is a végsőkig. Persze sok munka van még addig, hiszen remélem az első lépést megtettük, a következő lépés ugye a Budapest fővárosnak a közgyűlésénél van, hiszen hogyha ők is támogatják, utána már csak egy dobás, és ott vagyunk a parlament előtt. Aztán remélem, hogy valóban szeptember 15-ig be tudjuk adni a pályázatot. Ezek után a NOP fogja megvizsgálni, hogy a magyar társadalom mögötte áll ennek a pályázatnak. Mögötte áll? Tényleg egyértelmű lehet azt mondani, hogy a NOP független hatástanulmánya majd azt fogja mondani, hogy Magyarország 100%-ban támogatja az olimpiai rendezvényt? Én úgy látom, hogy abszolút mögötte áll, és azért folytatódnak azok a családi sportesemények, amelyik tájékoztatja az embereket, hogy valóban mit jelent az Agenda 2020, hiszen azért legyünk őszintiek, hogyha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem hozott volna egy új szabályrendszert az olimpiai pályázat tekintetében és megrendezés tekintetében, akkor Budapestnek, Magyarországnak nem sok esélye lenne. Ez megnyitotta a történelmi lehetőséget Magyarország-Budapest számára, úgyhogy szerintem egészen jól alakulnak a dolgok. Borkai Zsolt, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, sok sikert a pályázathoz, és itt van mellettünk Mocsai Lajos is, a Testnevelési Egyetem rektor, a korábbi női és férfi szövetségi kapitány is. A nők közül azt mondta, hogy nem is olyan könnyű eldönteni, hogy ki a legjobb játékos a mérkőzésen, hiszen eloszlottak a teljesítmények. Hogy tetszett a hölgyek meccse? Valójában így van, a magyarok közül eloszlott a teljesítmény. Hát az osztrák csapat nekem komoly csalódás. Három játékos láttam, aki komolyan tud hajítani egyáltalán. Súlyfölösleggel érkeztek ide, ez nem az a csapat, akire régen emlékszünk, sok idegen légiós a világot verő osztrák csapatról volt szó. A Holland Európa Bajnokságon a bronzéremért játszottunk annak idején, 1999-ben, 98-ban. No, röviden ennyit, a magyar csapat, a fiatalok jó benyomást tettek ránk, és megy a munka tovább, gratulálunk a kvalifikációt. Több
minőségében is itt van, de mint a testnevelési egyetem rektora hamarosan aláírnak egy olyan megállapodást, amely arról szól, hogy a kézilabda bekerül a nemzeti alaptantervbe. Mit tud a kézilabda, ami eddig még nincs bent a testnevelési órák programjába, mit ad hozzá ez a nemzeti alaptantervbe? Annyiban korrigálnám, hogy benne van a nemzeti alaptantervbe. Azért törekszünk, hogy egy olyan munka készüljön el, amely sporttudományosan megalapozott tantervi követelmény rendszeren mérhető tagszállható rendszerre épül, és maga a szakanyag modernebb, mint amit most a világon oktatnak. És arra megy ki az egész döntés, hogy a kézilabda az ne választható legyen, hanem stabilan egy kötelező jellegű labdajáték legyen a többihez viszonyítva, hiszen Magyarországon a szárazföldi labdajátékok közül a labdarúgás és a kézilabdának a szeretete, azok az elvárások, amit antropometriailag, küzdőképességben, kreativitásban várnak az emberek, ez a sportág nagyon sok igényt ki tud elégíteni. Ezért lenne jó, hogy a iskolában már alapfokon, korcsoportos képzésben benne lenne azon a szinten, amit szeretnék. Köszönöm szépen, hát meglátjuk, hogy hogyan valósul ez meg. Mocsajlásnak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és akkor következzenek a mérkőzés, az elmúlt mérkőzés főszereplői, Tóth Bálint mellett már ott vannak a játékosok. Visszakanyarodunk tehát a magyar-osztrák összecsapáshoz, mert mellettem áll a mezőny legjobbja, Hornyák Dóra. Főleg a második félidőben voltál nagyon aktív, illetve találtál a kapuba. Tőled is azt kérdezem, hogy nagyon könnyű volt így, hogy az osztrákoknál néha nem volt kapus? Nem, sőt, azt kell mondjam, hogy nehezebb, hiszen nagyon kellett figyelnünk, mikor fut le ez a játékos, és mikor fut vissza a kapus. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy több koncentráció kellett, mint a normál játékhoz. Jobban ment ez a faktor, tehát a koncentráció, mint az első meccsen, ugye főleg ezt kérte, ezt várta tőletek Németh András? Hát én azt gondolom, hogy azért ezt a két meccset illet koncentráltan végigjátszani, szezon végén vagyunk. Azt hiszem, hogy a pihenő előtt ez mindenkinek a lelkének jót tett. És a sebességben hogyan érezted ma a játékot, ma a válogatottat? Szerintem jó, nyilván van miben fejlődnünk. De én úgy gondolom, hogy nem játszottunk rosszul. De most Németh András A válogatottjában ez volt az a két meccs, amikor tulajdonképpen be tudtál mutatkozni. Hogyan értékelnéd ezt az elmúlt két mérkőzést a saját szempontodból, saját jövőd szempontjából? Nagyon jól éreztem magam, úgy érzem, hogy a lányok befogadtak, meg be tudtam illeszkedni, de persze minél többet kell játszani ahhoz, hogy még jobban beépüljek a csapatba. Hát nagyon sok sikert kívánok ehhez, több lehetőséget és jó pihenést a nyárra. Kedves nézőink, most pedig meghallgatjuk még Erdős Ildikót is, aki türelmesen várt itt a sorára, de annál türelmetlenebbül dobtad a gólokat az első fél időben. Hogyan érezted ott a játékritmusát? Hát úgy érzem, jól sikerült az elején, ugye sok könnyű gólt tudtunk lőni indulásból, és ez is volt a terv, tehát minél több könnyű gólt lőni nekik. Az első mérkőzésen is azért hangsúlyos volt a te játékod. Tényleg ez külön taktikai elem lesz most már, hogy te vagy a fő ember, aki ezeket az indításokat végigviszi? Hát nem tudom. Persze mindig beszélünk róla, hogy jó lenne, ha minden meccsen tudnánk sok indulásgólt lőni. Hát remélem így lesz. Ez a sebesség, ez hogyan tartató meg, vagy szerinted mi az, amiben javulni kell még a válogatottnak ebben az egy évben? Hát szerintem még mindenbe tudunk javulni. Talán védekezésbe kéne még a legtöbbet, de mindenbe is szerintem fogunk is. Védekezésben hogyan lehet, mert azért az osztrák válogatott is dobott nektek 24 gólt, ami, hogyha levesszük ezeket a nagyon könnyű gólokat, akár lehetett volna talán veszélyes is. Hát edzéssel, gyakorlással, ennyi. Ugye átalakul mostanában a női válogatott kerete is. A te sorsodat hogyan érzed a szélen? Mennyire lehet biztos akár a világbajnoki részvételed neked? Hát nem tudom, András kéne megkérdezni. Nem tudom, de bízom benne, hogy lesz helyem továbbra is. Ígérem, megkérdezzük majd Németh Andrást is. Köszönöm szépen az értékelésedet, kedves nézőink. Egyelőre tehát a női mérkőzésről búcsúzunk. 41-24-re nyert a magyar válogatott, a Szó a stúdióért.
Zürich-Job!